Sziasztok! Megfázás után egy aktuális helyen vagyok. Itt még tavasz van, amit látjátok. Úgyhogy itt vagyok az Erdély-Szigethegységben, feljöttünk éppen egy napos túrára, most nem a mocsárba, csak úgy. És amit látjátok, itt még azért téli a környezet. Otthon már örülünk a jó időnek, ugye emelkedik a hőmérséklet, már beindulnak a növények, de itt még tél van. A háttérben egyébként csobog egy patak, azt halljátok, nem más egyéb dolgot. Úgyhogy most feljöttünk ide egy kicsit szétnézni, hogy mi újság van. Amit látszik, kemény tél van, viszont otthon már majd tudunk csinálni bizonyos dolgokat a növényházban, majd ismét be fogok jelentkezni. Indulnak a munkák, ezt azt lehet csinálni, átültetés, magvetés, egyéb ilyen dolgok. De itt még szép téli idő van. Esik az eső, nem erre számítottam, mikor fejtünk, még teljesen jól sütött a nap, de sajnos a tavasz időjárás már csak ilyen. Na, majd megyünk egy pici túrára. Elállt az eső, kicsit el is áztam, és most már kezd kisütni a nap. Most már egyre hosszabbak a nappalok, egyre több a napos óra, úgyhogy hozzákezdhetünk már a növény magok elvetéséhez. Majd visszamegyünk a növényházba, mutatok pár praktikát, és elmondom, hogy én hogy csinálom a magvetést, mire kell figyelni, milyen eszközökkel dolgozok. Nem bonyolult dolog, csak egy pár dologra kell majd figyelni. Hip-hop, vissza is tértem a növényházba, úgyhogy most pár dolgot el fogok nektek mondani a magvetésről, hogy mire kell figyelni, én milyen eszközöket használok. A legfontosabb, hogy március körül már eléri a napos órák száma azt a mennyiséget, ami már kedvez a magok kelésének, ugyanis azt tudni kell, hogy általában a rovarfogó növény magok a fényre csíráznak, nem is a hőmérsékletre, hanem ha eléri a napos órák száma azt a bizonyos mennyiséget, amit az élőhelyen megszokott a növény, ugye évmilliók alatt, akkor ugye elkezd csírázni.
Erre lesz majd praktika, hogy mit nem szabad csinálni a magvetéskor, de ezt majd akkor meg fogom mondani, amikor odaérek. Szóval ilyenkor márciusban már nyugodtan hozzákezdhetünk a magvetéshez. Előtte egyébként felesleges, mert bepenészhetett a mag, bepunyod, bealgásodik, úgyhogy én kísérleteztem ezzel már január végi magvetéssel, de nem volt eredményesebb, mint hogyha csak márciusban kezdtem volna hozzá. Ami az egyik legfontosabb dolog, hogy próbáljuk minél jobban szélmentes helyen végezni ezt a műveletet, a magvetést. A rovarfogó növények magjai elég kicsik, könnyen viszi a szél, főleg a harmadfüvekét, azt egyébként növényházon belül is nyári időszakban mindig hozza, viszi a szél, úgyhogy itt-ott kikelnek, és a magvetésnél erre is figyeljünk, mert nagyon könnyen szétviszi ezeket a magokat a szél. Most elsősorban egyébként a hidegtűrő növényfajok magjainak vetéséről beszélek. Ennek ugye az a feltétele, hogy jól sikerüljön a kelés, hogy ezek a magok megkapják a téli pihenőt, akár a mínuszfokokat is, mint ahogy a rendes eredeti környezetükben ugye elszóródnak nyár végén ősszel, ugye ugyanúgy, mint az eredeti élőhelyen, hóban, fagyban, a fű közé vagy a mohába elszórva, vagy a talajon kitelelnek ezek a magok, itt is erre van szükség, vagy egy kinti, fűtetlen helyen tartjuk őket, vagy berakjuk a hűtőbe egy lezárt tasakba. Úgyhogy egy pár hónapot kell így egyébként hidegkezelni ezeket a magokat, és utána minden gond nélkül kelni fognak. Nézzük is, hogy én milyen edényekbe szoktam vetni a magokat. Nálam a favorit az a bonsai tál, mindjárt mutatom is. Ugye a bonsai tálnak különböző méretei vannak. Sajnos azt a hírt kaptam, hogy ezt a bonsai tálat már nem gyártják az országba. Próbálok utána járni, hogy még legyen ebből utánpótlás, eddig nem sikerült. Ugye van ez a legkisebb méret, ez a nem tudom, 7x8x5-6 centis. Ezt én picinek tartom. Nagyon kevés benne a talajmennyiség, hamar kiszárad, ha nem figyelsz oda, akkor hip-hop ki fog száradni, és tönkre megy ugye akár a növény, hogyha ebbe vetsz növényt, akár a vetemény. A másik méret a közepes. Ugye én ezt szeretem, nagyon sok helyre használom, akár hízókákat is ültetek bele. Alapvetően úgy gyártják, hogy nincsenek benne lyukak, ha megnézitek. És utólag kell belefúrni. Erre majd mutatok kettő technikát, hogy ezt hogy lehet megtenni. És ugye a harmadik az a legnagyobb méret, ebbe akár már egy mini mocsár is elfér, ebbe a méretbe, ez nem is tudom, olyan 20x16-7 centis lehet, a magassága az majdnem ugyanaz, mint a másiknak. Én szeretem az ilyen laposabb edényeket, meg is mondom miért, mert ugye ez a 9-es cserép, ez a magas cserép, hogy összehasonlítjuk a másikkal, mindjárt kiveszem. Ugye látszik, hogy magasságban olyan másfélszeres a különbség. Amikor a tőzeget beletöltjük a cserébe, lesz egy adott talajmagasságunk, és a tárcából ugye a kapilláris hatás miatt ugye a gravitáció ellenében felszívódik a víz, és ha nagy ez a távolság, akkor ugye egyrészt ugye a gravitáció, amikor felszívja magát, utána ugye a tetejéről párolog a víz, és egyre lejjebb húzódik a vízoszlop, ennek nagyon hamar kiszárad a teteje, és amikor ugye szárad maga a tálcában a víz, mondjuk elfogy, aztán elkezd felülről ugye száradni a talajunk, és a magvetésnél lényeges, hogy ne száradjon ki a talaj felső rétege. Amikor növényt ültetünk a cserébe, és a növénynek van már gyökere, az ugye lehúzódik az alsó régióba, és nem gond, hogyha a felső 1-2 centi kiszárad. Viszont a magvetésnél, amikor megindulnak a pici csíráknak a gyökerei, azok még a felső 1-2 centiméterben nagyon sokáig el vannak. Így ha kiszárad a felső 1-2 centi, az végig is akkor tönkre megy az állományunk.
Úgyhogy azért szeretem a laposabb edényeket, mert ugye ebben, hát ezt majdnem tele szoktam tölteni, de alacsonyabb ez a talaj mennyiség, és nem szárad ki olyan hamar. A felülete nagy, ugye tud párologni, és ez szerintem tök jó. Úgyhogy nekem ez már bevált évek óta. Ha nagyobb mennyiséget tudunk vetni, akkor nagyon jó megoldás az ilyen vetőtálca. Amit látjátok, ez egy műanyag tálca, amiben nagyon sok lyuk van. Ebből többfajta méret létezik, többféle lyuk magassága, végig egy egymáshoz sorolt cserepekről tudunk beszélni. Ebből vannak egészen picikén 1 centis lyukakból álló tálcák. Azt nem nagyon javaslom, mert olyan pici benne a tőzem mennyiség, hogy nagyon hamar kiszárad, egy nap alatt végül is tönkre mehet benne akár a kis növény is. Én inkább a nagyobb lyuk méretű tálcákat preferálom, abban tök jó sokáig nedves marad a tőzeg, egyébként abból könnyebb kicserepezni is majd a magoncokat. Ezeket a tálcákat egyébként a kertészeti szivató tálcához tartozó alátétbe bele tudjuk helyezni. Vannak ugye öntöző helyek, úgyhogy szerintem ez tök jó, praktikus, és utána, amikor már kicserepezzük a növényeket, akkor már maradhatnak akár ebbe a tálcába is, vagy szivató tálcával együtt ebben az alátétben. Úgyhogy én ezekbe az edényekbe szoktam veteményezni, most megmutatom, hogy a bonsai tálnak a lyukait hogy alakíthatjuk ki. Amint mondtam, ugye a bonsai tálak lyuk nélkül érkeznek. Ezt kettő módon alakíthatjuk ki a lyukokat. Egy ekkora tára, végülis a mindegyik méretűre. Én 6 darab lukat szoktam fúrni. És már mondtam az első lehetőséget, hogy ugye a fúróval ugye a talpába 6-6 darab lyukat mindegyikbe belefúrunk. Én ezt a fa fúróhegyet szoktam használni, ami ilyen hegyes, mert tök jól meg lehet benne ütköztetni a hegyet. A másik eszköz, amivel nagyon jól lehet haladni, viszont picit egészségkárosító hatása van, de gyorsan lehet vele haladni, ez az úgynevezett forrasztópálka. Ennek is pont ilyen 4 mm körül van a hegye. Ugye ez felforrósodik, és ugye 6 helyre belenyomjuk. Sajnos ez ilyen gázokat, gőzeket fejleszt, úgyhogy maszkkal kell csinálni. Majd ha mondjuk kancsókát dugványozunk, vagy kancsókát ültetünk, akkor megmutatom, hogy én hogy szoktam kifúrni a cserepeket, mármint kiolvasztani ezzel a dologgal. Majd élőbe be fogom mutatni, látjátok, hogy mennyire füstöl. A szagát azt nem fogom tudni átadni, mert elég büdös. Hát ez viszont a végnyapfalú cserepeket ezzel jobb, a fúróval azt nehéz fúrni szépen. Amire még szükségünk lesz, az nyilván a címkézés, feliratozás. Bármilyen megoldást választhatunk, az a lényeg, hogy mindig címkézzük fel pontosan, hogy mit vetettünk, akár még dátumot is rá tudunk írni. Közben bejött egy nagy poszmély. Mondjuk nem veszélyes, csak eléggé zúgott. Na, szóval a kürtvirágok magjainál én azt tapasztaltam, hogy több évre eltolva kelnek ki. Az első kelési fázis első évben olyan 60-70% kell ki, következő évben olyan 20%, és akkor a harmadik évben olyan 10%. Nekem ez a tapasztalatom, úgyhogy ilyenkor számít, hogy milyen évszámot írunk rá, és amikor ugye az első adagot mondjuk kitűzeljük, ugye úgy szoktam hagyni még ugye a következő 2 térre, és mindig kell neki kis magoncok. Ugye kb. Akkor 3 év, amire széttolódik ugye az összes magnak a kelése. Valaki nem várja meg a harmadik évet, mert ugye elég, hogyha minden évben újravetés, akkor az a 60-70% ki kell, az is elég sok szokott lenni. Ez csak így érdekességképpen mondtam el. Száraz talajjal fogok dolgozni. Itt van a kifúrt bonsai tál.
nyilván itt ilyenkor még ugye a tálcába mehet mindenféle. Egy nagyobb cserépnek az aljával szépen egyenletesen le tudjuk tapogatni a tetejét a talajnak, és ilyen tök jó egyenletes felületet kapunk. Erre már rá tudjuk szórni a magokat. Azt tapasztaltam, hogyha csak így kézzel legyengetjük, nagyon hepehúpás lesz az egész, és nem egy ütemben fognak kikelni a növények. Amit még javaslok, hogy egyszerre egy ilyen tálcába csak egyfajta magot vessünk. Valaki így elválasztja pálcikákkal és szétszőrre, de mondjuk a kürtvirágmagoknál talán működik, mert nem olyan kicsik, hogy össze-vissza fújja őket a szél, esetleg, hogyha köhögsz egyet, vagy tüsszentesz, és akkor viszi össze-vissza. Ez a fláva var ornáta. És akkor úgy szoktam, hogy kiveszek a kezembe valamennyit. Ugye itt látszik, hogy mekkora. És akkor, mint a sót vagy a borsót szoktad szórni, próbálni kell egyenletesen elszórni. Nem baj, ha sűrű, mert amint mondtam, több ütembe fog kelni, és először nem biztos, hogy a pont egymás mellett levő fognak kelni. Jó, hát végül is akkor ennyi elég lesz. Kb. Meg is vagyunk. Ugye megírod a címkét, beletűzöd, és kész. Ugye bele fogjuk állítani majd az esővízbe, és ezt a bonsai tálat így a veteménnyel együtt elrakjuk messzebb, és úgy fog jönni a következő magvetés, hogy ne keveredjen össze a kettő. Ezt még ugye innen ki is lehet szórni. Ki is húrhatjuk egyébként a következőt. Egy. Kettő. Itt meg van két meglévő lyuk. Egy. Egy. Még egy. Letisztítjuk róla a maradványokat, és végül is kész van a kiukasztottál. Általában nedves tőzeggel dolgozok, de a tőzeg perlit keveréke is tök jó. Ez egy picit még nedves, nem porszáraz, úgyhogy hamar fel fogja szívni a nedvességet. És akkor hát ezeket a nagyobb frakciókat kiszedjük belőle, és akkor most jön a segédeszköz. Próbáljuk minél jobban egyenletesebbé tenni a felületet. Hát azok a nagyobb dolgok maradhatnak benne. Picit lenyomkodjuk, nem kell nagyon tömörre. És akkor úgy szoktam beállítani, kb. 1 centi marad a peremtől. És erre fogjuk rászórni. Most ez a ornáta, flávaval ornáta magokat. A menete az, hogy szórok egy kicsit a tenyerembe. Így néznek ki a magok. Szóval szórok a tenyerembe, és mint a sót így szépen szét szórom. Próbálom egyenletesen szórni, nem baj, ha sűrű egyébként.
Majd úgy is szét fogjuk tűzdelni, hogyha kellően megnőnek a magoncok, olyan 3 levél körüli nagyságra. Azok már ilyen 4-5 centisek is lesznek akár. Én nem szoktam számolni a magokat, de amit webshopokból vesztek magot, az nyilván ugye ki van porciózva, ilyen 20-50 mag, és akkor itt végül is ez egy kész vetemény. Annyit csinálunk még vele, hogy beleállítjuk a megírt címkét, szépen óvatosan, és minden veteményt külön felcímkézünk, hogy milyen magot vetettünk. Ugye az elég bosszantó, amikor majd tudom én, hogy mit vetettem bele, és úgyis el fogod felejteni, és így össze-vissza keverednek már a fajok. Az országban, úgyhogy azt látjátok, hogy azért a kuprejából azért van rendesen. Valamelyikből kevesebb mag lett, lükofil. Ugye ezeket majd mindegyiket külön el fogom vetni, veteményezni. Ezek magok, így ahogy vannak, egész télen kint voltak egy teraszon, és besevittem őket, úgyhogy ezek kapták a hidegkezelést. Szóval így kész van a vetemény, amikor megvagyunk egy ilyen kis tállal, vagy cseréppel, arrébb tesszük, hogy a következő vetés nehogy rápattanjon egy-két mag, ne keveredjenek a dolgok. Azért megmutatom itt a harmadfű maggyűjteményt is. Ebben még ugye az ősszel leszedett száraz növény, valamint virágszárok vannak. És ebből egy idő után ugye kiperegnek a magok. Próbálok egy kis adagot kivenni belőle. Itt látszik, hogy mennyi van. Ezek a magok ekkorák. Ugye ezt így hopp, már szét is vitte a szél, mármint én fújtam egyet. Úgyhogy ezt visszarakom így, ahogy van. Valamennyi kiszóródott. Hát itt nekem a növények között már össze-vissza szóródnak ezek a magok. Úgyhogy ezt jól le kell zárni, ezt a simítótasakot. Ez egyébként filiformis, Drosera filiformis, hidegtérő, tűrő harmadfű. És akkor látjátok, hát mint a mát. Jó, mondjuk annál kisebb, de ilyen pici magjai vannak. És ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Köhögsz egyet, tüsszentesz, és akkor beterít minden. Ez a mag, ahogy láttátok. Nos, hogy mit ne csináljunk a veteménnyel, először is, ugye azt mondtam, hogy a magok fényre csíráznak, ezért nem szabad őket betakarni felső talajrétege, úgyhogy ilyet ne csináljatok, hogy rászitáltok még, mert nem fognak kikelni a magok. Úgyhogy ezt ne csináljátok. A másik, amit nem szabad csinálni, az a permetezés. Mert így össze-vissza beleveri a magokat egyébként a talajba, és ez nem tesz jót nekik. Szóval ezt nem kell csinálni. És ugyanez működik egyébként, hogyha kirakjuk egy teraszra vagy fedetlen helyre, várjuk meg, amíg kicsiráznak a növények, amíg lesz egy pici gyökerük, és utána tegyük ki mondjuk az esőre. És amit még ne csináljunk, ne takarjuk le. Akár egy műanyag dobozba ne rakjuk bele, ugyanis be fog penészedni, ha nem járja a levegő, és nyilván akkor tönkre megy az egész magveteményünk. Nyugodtan így maradjon szellősen, ha alatta áll a víz, akkor párásít majd annyit, hogy nem kell neki pluszba takarás sem. Ennyi volt a magvetős gyors talpaló tanfolyam. Remélem egy pár praktikát tudtam nektek mondani, amit még nem ismertetek, vagy nem olvastatok még sehol. Amint mondtam, nem egy nagy bonyolult dolog magot vetni. Az a kérdés, hogy honnan származik a mag. Ha
hazai gyűjtőtől szerezted be, akkor nagy eséllyel jól tárolta, friss magokról van szó. Ha külföldi webshopból vetted, akkor lehet rizikós a mag, vannak megbízható webshopok, nem azt mondom, hanem ha sokáig tárolják a magot, nyilván csökken a csírázási képessége, ha nem jól tárolják magot, akkor csökken a csírázási képessége. Úgyhogy sok mindentől függ, inkább a hazai beszerzést támogatjuk. Igaz, hogy a hazai piac az picit szűk, külföldről szoktunk mi is új magokat vagy növényeket beszerezni. Nemzetközi fórumon utána lehet járni, hogy mik a megbízható helyek. Jó, oké, akkor ejtsünk szót a trópusi magokról is. A trópusi magokat nyilván nem rakjuk ki a hidegre, hanem bent vannak. Viszont külföldről a rendelés az lehet egy kicsit problémás, mert mondjuk az indonéz területekről származó mondjuk kancsóka magok, azok, hogyha repülőn utaznak, ott nyilván kapnak hideget, akár fagyot is a raktérben, és az jelentősen csökkenti a csírázási képességüket. Ennek ellenére én már Tájföldről kaptam kancsóka magot, és nagyon szépen kikeltek, frissek voltak. Európai webshopból pedig inkább a tavasztól őszig terjedő időszakban rendeljetek. Most is lehet már rendelni, ugye márciustól, akár májusig, még elvetitek és tök jól ki fognak kelni. Ha esetleg Ausztráliába vagy Új-Zélandról rendeltek, akkor arra figyelni kell, hogy bizonyos növények magjait kezelni kell. Az ausztrál növények magjai egyébként hőhatásra indulnak be. Ez azért van, mert nagyon sok a bozott tűz, és amikor ugye leég a környezet, érzékelik a magok, hogy történt egy ilyen hősok, akár még a füstöt is érzékelik, és utána fognak beindulni, amikor visszaállt már az eredeti hőmérséklet. Úgyhogy ezeknek a növényeknek a magjait általában hőkezeléssel kell kezelni, meleggel, nem hideggel. Ennek is van külön technikája, én nem szoktam alkalmazni, mert ilyen növényeket nem tartok, de ha megtalálom róla a leírásunkat, akkor be fogom rakni ide a linkjét, vagy ugye az elérhető weboldalt ezzel kapcsolatosan. Nyilván most a szezonja nálunk a hidegtűrő növényeknek van, úgyhogy erről szólt ez a kis videó. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem tudtam segíteni a magvetéssel kapcsolatosan. Bármi kérdés van, itt lent a kommentben felteheted, valamint nézd át a maron.hu honlapot, és ne felejts el feliratkozni a csatornára, és akkor első kézből mindig értesülsz majd az újdonságokról, és nyilván vissza is nézheted majd a régebbi videókat. Sziasztok! Itt még tavasz van, vagy itt már tavasz van. Itt vagyok fent az Na mindegy, nézzük meg. Hát de nézzük, milyen jó mély. A kültvirágoknál én azt tapasztaltam, hogy... Jaj...